Hagyományos izzólámpa és energiatakarékos kompakt lámpa relatív fény teljesítményének összehasonlítása. Itt láthatók az eszközök, zsírfoltos papír, két izzó, egy kompakt, névleges teljesítménye 7 watt, az pedig egy hagyományos izzó, névleges teljesítménye 60 wattos. Ezt a papírt fogjuk mozgatni, és megnézzük, hogy mikor tűnik el a zsírfolt. Itt ezen a papíron van egy kisebb és egy nagyobb zsírfolt. Figyeljük meg, hogy hát itt a nagyobb az, amelyik eltűnik egy bizonyos távolságnál. Most újra megjelent, és akkor körülbelül itt ezen a ponton 47 cm-nél tűnik el. Itt akkor a kislámpától, ami 5 cm-re van a vonalzó végétől, a távolság 42 centi, itt pedig 68 cm. Nézzük ezen adatok alapján a relatív fényteljesítmények meghatározását. Itt láthatók a mért adatok, illetve a levezetés. Tehát a TNF az a kompakt lámpának a fényteljesítménye. Tőle X távolságban, akkor a fényteljesítmény az P1F per X1 négyzet. Ugyanez a hagyományos izzóra, ez kettes indexel jelöltem, tőle X2 távolságban a fényteljesítmény P2F per X2 négyzet, és megtaláltuk azt a pontot a térben, ahol ez a kettő egyenlő volt, tehát a fényteljesítmények megegyeznek, megfelelő egyenleteket képezve, átrendezve megkaphatjuk a teljesítmények arányát. A behelyettesítve 42-68-at azt kapjuk, hogy a fény teljesítményeknek az aránya 0,38%. A névleges teljesítmények a kompakt izzónak 7 watt, a hagyományosnak 60 watt, így a névleges teljesítmények 0,117, és itt az az érdekesség, hogy ez ugyebár azt jelenti, hogy a kompakt izzó körülbelül 12%-át fogyasztja a hagyományos izzónak, ezzel szemben a fény teljesítménye arányaiban nem annyival kevesebb, hanem ha ezt a kettőt elosztjuk, 3,25%-ot kapunk, ami azt jelenti, hogy a kompakt izzó gazdaságossága 3,25-szöröse a hagyományos izzónak. Hát tudjuk, hogy a reklámokból ez 5-szörös, amit hallottunk, a mi méréseink alapján ez durván csak 3-szörös.